A boldog békeidő különleges hangulata köszönti azt, aki ellátogat a tenger melléki Lovranba. A város a monarchia idején igen divatos nyaralóhelynek számított. Erről tanúskodnak a századfordulót idéző gyönyörű épületei is. Lovran egyik utcájában egy csodálatos épületre bukkanunk, amit Villa Flórának hívnak. Híres festőnk Feszti Árpád élete utolsó heteit töltötte ebben az idilli környezetben, melyről ez az emléktábla tanúskodik, hála a lelkes lovrani magyar idegenvezetőnek, Ágoston Gergelynek, aki több mint 20 éve költözött Szabadkáról ide. Gergő bácsit lenyűgözte a boldog békeidők hangulata és a rengeteg magyar emlék. Volt időm arra, hogy felfedezzem a várost, felfedezzem magát Fiumét, Lovránt, Abáziát, és de ugyanakkor rájöttem arra, hogy rádöbbentem arra, hogy gyakorlatilag nem tudok semmit ezen vidékek, ugye magyar múltjáról. Így elmerült tenger mellék magyar múltjában, amit egy idegenvezető tanfolyam követett. Ma már szinte nincs senki, aki nála többet tudna a környék magyar történelmi vonatkozásairól. Még az utolsó monarchia korabeli képeslapok is bekerülnek a táskába, és Ágoston Gergely már indul is, hiszen a mai napon Lovran testvérvárosából a felvidéki Ógyalláról érkezett csoportot vezeti végig tenger mellék szépségein. Miután mindenki felszállt, varázslatos időutazás veszi kezdetét. Szűk utcákon haladunk a tengerpart mellett, évszázados épületek tövében, miközben rengeteg érdekességet tudunk meg. Itt már Abbáziában járunk, ahonnan tovább vezet az utunk a monarchia egyik legszebb kikötővárosába, Fiumébe. Az 1868-as horvát-magyar kiegyezés értelmében a Magyar Királyság három vármegyéért cserébe megkapta Fiumét, így lett tengeri kikötőnk az Adrián. A város a boldog békeidőkben hatalmas fejlődésen ment keresztül. Az elődeink, a magyarok hozták a tőkét, hozták a pénzt, és hozták az akkori technikai tudományok csúcs eredményeit. Tehát a legjobb technológiát a kőolajfinomítóba, az építészet szempontjából rendkívül fontos honebik vasbeton szerkezetet. Hála a fiumei magyarok és Ágoston Gergely munkájának, a városban több tábla is őrzi a magyar elődök emlékét. Itt éppen Baross Gábor emléktábláját csodálják meg az ógyallaiak, majd a kikötőben egy újabb érdekességre bukkannak. Ez a Schlick-féle vasöntődő és gépgyár Budapest. A hajókat még ma is ezekhez a magyar gyártmányú bakokhoz kötik ki Fiumében. Ágoston Gergely szerteágazó ismeretei lenyűgözték az ógyallai csoportot. Nagy tudású ember, ezt tudom mondani, és próbálja azt a tudást, ami neki van, mindenki számára átadni. A magyar történelem eme szegletének ismerete különösen fontos az elszakított területeken élő honfitársaink számára. Még akkor is a magyar nyelvű oktatás folyik alapiskolákon, meg középiskolákon, azért nagyon keveset tanulunk, sőt, történelmi szempontból majdnem semmit ezekről az időkről, úgyhogy ezt az ember csak úgy családban, médiákból, hagyomány útján, illetve ilyen kirándulások alkalmát tudja összeszedni. Gergely bácsi mindenkit egy tenger melléki látogatásra buzdít. Minden magyarnak meg kell ismernie az egész Nagy Magyarország területét ahhoz, hogy egységes nemzetnek érezzük magunkat, ugyanúgy el kell jönni ide is. Tenger mellék is a történelmünk része, amire büszkék lehetünk. Ezen tudás átadása élteti őt minden idegenvezetés alkalmával. Életem legszebb korszakát élem. Szép dolog az volt, amikor volt az is, amikor én pszichológus dolgoztam, meg családban éltem, meg minden, de itt most szabad vagyok, rebdesek, és érzem azt, hogy adok valamit, és kapok valamit. Ágoston Gergely munkássága hiánypótló a tenger melléken, így nem csoda, hogy Szent István napján munkája elismeréseként állami kitüntetésben részesül. Ha pedig valaki tenger melléken jár, érdemes felkeresnie őt, hogy minél többet megtudjon ezen varázslatos táj magyar emlékeiről.